egy lány volt hátra, mondom, úristen, nehogy második legyek. És nem is lett. 18 évesen Dévai Boglárka felülhetett Európa trónjára a glasgowi tornász EB-n. Háromszor kapott el tényleg nagyon ez a sírás, amikor kiderült, hogy nyertem a reptéren, meg amikor beléptem a terembe, tehát annyira jó érzés volt hazajönni a többiekhez, és mikor megláttam őket, tényleg akkor is kijött belőlem minden, és nagyon aranyosak voltak, és ebből látszik az, hogy szerintem tényleg egy nagy család vagyunk. Leginkább a legkisebbeknél érzem azt, hogy ha itt a Bogi, akkor vele együtt vagyunk. Akikkel pedig itt vagyunk most egyszerűen, igazából tényleg olyan baráti kapcsolatunk van, hogy tökre megszokott már szerintem. Ebben a szombathelyi tornacsarnokban Rácz Gábor és Vízer Erzsébet műhelyében edződik Bogi az őt bálványozó kicsikkel együtt, akiket korábbi trénere próbál hozzá hasonlóvá nevelni. Bogi az úgy volt, hogy volt egy hetes csoport, amiben volt, és akkor ő tűnt ki, voltak többen is, de kitartása ő neki volt a legerősebb. Kipróbált azt hiszem úszást, balettet, körkorcsolyát talán, ilyesmiket, és hát végül itt ragadt meg. Azért a tornát, aki beleszagol ebbe az illatba, az nehezen hagyja itt. Vágyom arra, hogy ne csak egyszerrel legyek jó esetleg. Tehát én is más elvárásokkal vagyok magam felé, mint eddig. A fiatal sikersportoló gondolatai főképp a gyakorlatok és a tornaterem körül forognak. De azért azt is megtudtuk, mit csinál azon kívül, és kivel alszik mostanság Bogi. Kiskutyámmal szoktam nagyon sokat. Lassan 2 éve, hogy már nálunk van a kutyus, és tényleg imádnivaló. Most egy olyan kozmetikushoz megyünk, aki ilyen szempilla göndörítéssel foglalkozik, de természetesen, hogyha olyan alkalom van, akkor nagyon szeretem kisminkálni magam, tehát versenyeken is imádok készülődni, és azért nagyjából egy órát magába foglal, mire a hajam is és a sminkem is úgy elkészül, hogy elfogadható legyen. Bogit alapból még egy iskolában jártunk, és azért onnan azért így ismerjük egymást, de hogy Bogi szerintem alapjáraton nagyon közvetlen személyiség is, meg vidám, szóval könnyű vele kommunikálni, meg kapcsolatot felvenni. Ugye mivel állandóan sportol, és ugye a smink is nagyon fontos, gondolom a versenyeken még inkább fontosabb, a magában a hétköznapokban is azért így meg lehet könnyíteni a dolgát, hogy tartós sminkeket csinálunk, szóval mint a szemöldöke is tartós, ugye a pilláknak is ez egy ilyen természetes hatás, megemeli, optikailag kinyitja a tekintetét, és akkor így a spirálódás meg a hasonló ilyen mindennapi reggeli órás, akár órás felkészülés is megspórolhatjuk. Mondhatni, minden és mindenki Bogi keze alá dolgozik, hogy az októberi világbajnokságig és a 2020-as olimpiáig ki legyen kövezve az útja.